Akkor, kedves közönség, fogadják szeretettel ezt a Népdal Zsoltár feldolgozásból álló műsort, amelyet Márkus Zoltán, nagyváradi barátom és a zenész társai fognak előadni nekünk. A továbbiakra, a konferálásra és az előadásra akkor hadd kérjem meg a zenekart. Tessék parancsolni. Nagyon szépen köszönjük, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Ennek a versenynek úgymond a részesei egy kicsit. És én arra kérlek titeket, remélem tegeződhetünk fiatalokkal és idősebbekkel egyaránt, hogyha ismeritek a Népdal Zsoltároknak a szövegét kívülről, akár velünk együtt is énekelhetitek. Akit, ahogy a kedve, a jó kedve indítja, szeretettel fogadjuk. Nos, nincs nevünk, ugyanis egy projekt keretében verbuválódtunk mi össze Nagyváradon. A Király Hágó melléki református egyházkerület gyermekprogramjának, a nyári gyermekbiblia hétnek a zenei anyagát szolgálta ki a mi kis csapatunk, és arra vettük a fejünket, hogy zsoltárokat, illetve népdalzsoltárokat, vagy vallásos gyermekdalokat dolgozzunk fel különböző elképzelésekben. És ezek az elképzelések most egy kicsit ugye terítékre kerülnek. A népdalzsoltároknak egy része modern hangszerelésben fog elhangzani, ahogy most is az első
népdalzsoltárban hallottátok, illetve hát egy népi szekciónk is van, és hát azt majd a végére hagyjuk, hogy ott egy kicsit a gyökerekhez is visszanyúljunk. Különböző ízeket, különböző hangulatokat fogalmazunk meg ezekben a feldolgozásokban. Három ének következzen. Alleluja, zengjen új dal, áld az Urat lelkem, és védelmez Istenem. Atyánkat, és fiatat szent
Köszönjük szépen! 2015-ben kezdtük ezt a munkát el. Lényegében az volt a célunk, hogy egy olyan nyári biblia ismereti programhoz készítsünk zenei anyagot, ami segít a gyerekeknek a különböző történeteknek a feldolgozásában. Ez azt jelenti, hogy minden évben különböző tematikákat találunk ki, és ezekhez válogatjuk Márkus Zoltánnal együtt az énekeket. Igyekszünk olyan énekeket kiválogatni ehhez a hanganyaghoz, ami hát értékes, inkább veretes, mint sem ugye a mai modern, hát nagyon idézőjelbe fogalmazva, gagyinak megfelelő, és 5 éve lassan már összegyűlt több olyan feldolgozásunk, ami megérett arra, hogy akár egy ilyen kis koncert erejéig is elő tudjuk ezt adni. Az volt a célunk, hogy segítsünk a gyerekeket arra, a különböző gyülekezetekben, ugye vidéki, illetve városi gyülekezetekről is szó van, segítsük énekelni, tanulni. Sajnos a Párciumban, sokszor az iskolákban az ének húzza a rövidebbet, azaz, hogy nem igazán fektetnek hangsúlyt rá, és talán ezzel a kis programmal sikerül a gyerekeket megnyerni a közösségi éneklésnek is. A hanganyagot úgy állítjuk össze mindig, hogy van egy hangzó része énekkel, és van egy hangzó része csak instrumentálisan, ahol nincs lehetőség arra, hogy zenészek kísérjék a gyerekeknek az éneklését, ott úgymond negatívban meghallgathatják a gyerekek, illetve megtanulhatják és énekelhetik. Úgy szól, mint egy playback tulajdonképpen, megvan az anyag, a zenei anyag, és ők pedig énekelnek rá. Na hát ebben van segítségünkre nekünk, a gyerekeknek a tanításában, 2 ifjú, egy hölgy és egy fiatalember. A hölgy az én nagyobbik lányom, Kata, a fiatalember pedig Márkus Zoltánnak, a szintén Zoltán nevű fia. És ők azok, akik énekelnek mostani alkalommal is. Így vagyunk mi összeszokva. Van 2 vendégzenészünk, illetve egy harmadik. És hát ővelük állítottuk össze azt a programot, amivel ide érkeztünk hozzátok. Következzen most egy olyan ének, a 111. Zsoltárnak a népdal parafrázisa, úgymond, Isten nevét dicsérem, fogadjátok szeretettel. Jóság
modern feldolgozás népi hangszer közreműködésével lesz a következő valóban jó, igazán szép, a 133. Zsoltár tulajdonképpen egy nagyon ismert dallamra, ha tudjátok, énekeljétek velünk együtt. Valóban jó, igazán szép, mikor együtt a közösség úrunk áldja gazdagon. Együtt létünk boldogsága, mint üdítő illatárja, úrunk áldja gazdagon. Forrása az egységnek, úrunk áldja gazdagon. Úrunk áldja Megvalljuk őszintén, a következő feldolgozástól félünk a legjobban. Ugyanis ez nagyon friss, az illető éveknek az egyik hanganyagán nem így szerepel, úgyhogy ez egy nagyon friss, még meleg, tessék úgy fogadni, és nagyon merész. Ne lepődjenek meg rajta, senki ne lepődjön meg rajta, izgalmas. Most következzen a népi blokk. Magasztalunk téged, jól tudjuk meg.
feleséget. Ezeket az énekeket azért dolgoztuk fel ilyen népi hangszereléssel is, hogy azokat a gyökereket mutassuk meg a gyerekeknek, ahonnan tulajdonképpen a dallamok erednek. És vannak olyan énekek, amiket különböző felfogásban raktunk össze a népi blogból is. Próbáltunk olyan dallamokat összekombinálni, amelyek nagyon passzolnak egymáshoz, adott esetben úgy is, hogy bizonyos tájegységekből merítettünk. Kérem, fedezzék fel bátran, mindenki fedezze fel bátran ezeket, a végén majd úgyis lelőjük a poént. Ugyanennek a dallamnak egy zongorás változatát hallgassuk meg. Szakács Kata fogja játszani a saját elképzelését erről a bizonyos népdalzsoltárról. Thank you.
éreztem, nem akarod, az élet ösvényét előttem kitárod. Örömöd eláraszt, túl csordul sedlegem, boldogság tölti be jobbodon a lelkem. Nagyon szépen köszönjük. Hadd mutassam be a zenekart. Márkus Zoltán, akinek a közbenjárásával, segítségével itt lehetünk is. A Nagyvárad Réti Kántor, Csillagocska zenekarnak és mozgalomnak az egyik alapítója, éltetője. Vince Balázs. Jelenleg 12-es tanuló a Nagyváradi Művészeti Iskolában, lelkész gyerek, jó muzsikus. Dalos Levente, prímás. Nagyvárad Táncegyüttes prímása, illetve a Csillagocska zenekar neveltje, prímása, még a nagy generációból az elsőből. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Szakács Kata, Márkus Zoltán, ifjabb, junior, Tamás Péter Tibor, jó magam pedig Szakács Zoltán vagyok, mi ketten Tiborral, a Lóránffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban tanítunk, ott dolgozunk. Ő a elektrotechnika szakon tanár, jó magam pedig az iskola lelkésze vagyok a gimnáziumnak, és így alkotjuk mi jó páran ezt a bizonyos csapatot. Még egy éneket akkor úgymond ráadásként fogadjanak szeretettel egy ilyen tuttiba. Miért fordultál tőlem el, elfog a kép
Nagyon szépen köszönjük!